Az őszi szezon rangadójára melegítenek a csapatok Győrben. A bajnoki címvédő Ferencváros és kihívója a 8 forduló után ugyancsak 100%-os Eto'o egyaránt remek formába lendült a szezonban. Ugyanakkor a válogatott szünet miatt a játékosok zöme mindkét oldalon csak 48 órával a meccs előtt érkezett vissza a nemzeti csapattól, így a közös gyakorlásokra nem sok idő jutott. Két napunk volt felkészülni, úgy gondolom ezt a két napot egyébként maximálisan kihasználtuk. A válogatott után próbáljuk ugye frissíteni magunkat, és utána beleállni a csapatmunkában. Kis taktikai edzés, kis csapatösszetartás, és utána jöhet is a bajnoki. A mérkőzés első percétől jól látszott, hogy mindkét fél nagyszerűen megszervezte a védekezését. Dörnyei Balázs és Albert Flórián is a három belső védős rendszer mellett tette le a voksát, akik a középpályáról is a megfelelő segítséget kapták, így az első félidő nem sok helyzetet hozott. Szerintem számíthattak erre, ugyanis a döntőkben is, és tavaly is így játszottunk ellenük. Nem is a felállásban, inkább a taktikában voltak változások. Nem akartunk beállni, védekezni. Azt az arcunkat akartuk mutatni, hogy igenis mi bajnok esélyesek vagyunk. Tényleg egymásért küzdöttünk. Mindig valaki odaért az utolsó labdákra is, ami elveszettnek tűnt, és kisegítette a társát. Szerintem tényleg ennélkül nem is működne, úgyhogy ma tényleg mindenki a szívét, lelkét kitette a pályára. Az Eto'nál a két gólfelelős Vakter Fanni és Kocsán Petra lendületesen vetették be magukat a játékba. A zöld-feketemezes Ferencváros pedig bátran próbálkozott átlövésekkel is, ebben Puszta és Sára volt a legaktívabb. Azt gondolom, hogy nem annyira tudtuk a saját játékunkat játszani ma. Nyilván ez attól is függ, hogy egy sokkal erősebb ellenféllel találkoztunk most a bajnokságban. Sajnos nem tudtuk annyira a játékunkat rávetetni az ellenfélre, mint amennyire szerettük volna. Az első játékrészben a vendégek birtokolták többet a labdát, és nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy Paplusza révén megszerezzék a Népligeték a vezetést, de a szabadrúgás a kapufán csattant. A túloldalon egy védelmi hiba után Vakter felé pattant a labda, de a játékvezetők jól szúrták ki, hogy a gólerős támadó még éppen lesen volt, így elmaradt az ittszer. Az Eto'nál is becsúszott olykor egy-egy apró helyezkedés hiba, de ezzel meg a Fradi nem tudott élni. Itt éppen Szabó Viktória kimaradt helyzetét látjuk. Mind a két csapat szerintem elkapkodta azokat a passzokat, amiből lehetett volna bontani, illetve amikor már megvoltak a lehetőségek, ott meg nem figyeltek arra akár a beadásokra, akár az, hogy ott hogy döntök, ott cselezgettek mind a két oldalon, és akkor már visszaért a védelem, és ha már egy zárt védekezés van, ott már ez nagyon nehéz. A hatékony védekezés miatt elsősorban a pontrugások okoztak mindkét oldalon veszélyt. Az Eto'o a 45. percben akár ezután a szöglet után megszerezhette volna a vezetést, de sehogy sem sikerült a hálóba lőni a labdát. A szünetben abszolút arra helyeztem a hangsúlyt, hogy megnyugtassam a játékosokat. Ne idegeskedjünk igazából, mert a támadó játékban, meg abban a potenciálban, ami benne megvan a lányokban, abban most keveset lehetett látni, de az hozzátartozik az összeghez, hogy a Ferencvárost azért szép játékkal nagyon nehéz legyőzni, legalábbis jelen pillanatban. Azért fontos, hogy most tudtuk jól ezen a mérkőzésen, igenis ugyanazt a szintet képviseljük, mint ők. A második félidőre a győriek még magabiztosabbá váltak. A Fradi enyhe fölénye eltűnt, itt már az Eto'o birtokolta többet a labdát, de a kulcspasszok továbbra sem voltak tökéletesek, így nem alakult ki nagy zicser. Ez leginkább egy egykori győri játékosnak, Gödér Brigittának köszönhető, aki mindig jó ütemben lépett be a passzsávba. A magabiztos védekezés azért megadja az alapot a mérkőzésnek. Szerencsére végig koncentráltak voltunk hátul. Ferencváros játékosi ekkor már csak egy-egy kósza kontra után kerültek helyzetbe. A félidő közepén Garcia ugrott ki jó ütemben, ám ez az akció sem hozott gólt. A hajrában a cserék után sem változott a játékképe. A felek továbbra is szervezetten, egymás kisegítve játszottak. Így ahogy közeledett a mérkőzés vége, egyre inkább úgy tűnt, egyetlen hiba végzetes lehet,
mert egyetlen találat akár eldöntheti a 3 pont sorsát is. ...90 percig koncentrálni kell a mérkőzéseken, ezen kell nagyon sokat fejlődnünk, hogy az utolsó passzok, az utolsó cselek, lövések, azok pontosak legyenek, és 100%-osan tudjunk koncentrálni tényleg 90 percig, és akkor szerintem lehet esélyünk a győzelemre. A két nagyszerűen védekező csapat azonban nem véletlen, hogy ma sem kapott gólt. A Fradi már 9-szer a bajnokságban, vagyis a kapujukat a szezon kezdete óta 810 perce makulátlanul őrzik. De az Eto is csak 2 már magabiztosan megnyert meccsen kapott gólt, így a győri védőmunkára, hogy korábban most sem lehetett panasz. Nagyon stabilan tudtunk védekezni, szerintem egyetlen egy igazi gólszerzési lehetőség nem volt a Fradinak a mérkőzésen, ez a ritkaság. Ami volt az első fél időben pontrugásuk után alakult ki, de az mind a mi apró kis butaságainkból volt, hogy túlizgultuk ezt a meccset, de ez rendszeresen jelentkezik a Ferencváros ellen. Ez a fajta izgalom, úgyhogy azt az egy kicsit túl tudtunk lendülni, ez fontos volt. Nem helyes, hogyha mi hozzuk őket helyzetben, a saját maguktól nem tudta gól helyzetbe keveredni a mérkőzésen. Az egy pontot mindkét oldal sikernek értékelheti, hiszen az Eto elmondhatja, hogy nem véletlenül jelentkezett be a bajnoki címért, a Fradi pedig megmutatta, hogy lelkileg milyen erős, hiszen Németh és Csányi mellett Csigi Eszter sem játszhatott a mérkőzésen, de a hírek szerint a kitűnő védő szerencsére jól van. Tegnapi nap edzés után karambolózott a belső védőm, kórházba kellett vinni, tehát az utolsó pillanatban át kellett variáljuk a csapat összeállítástól kezdve a játékrendszerünket. Azt mondtam, hogy ha nullára le tudjuk hozni egyet, valahogy találunk. Benne volt mind a két csapatban, hogy esetleg egy góllal el tudja dönteni, de azt mondom, hogy egy kiélezett mérkőzés volt. Sok ilyenre lenne szükség a női bajnokságban, hogy ilyen brusztos jó meccset tudjunk játszani, de mind a két csapat ettől fejlődik még jobban. A 0-0-ás végeredmény azt jelenti, hogy az Eto és a Fradi azonos ponttal veretlenül áll a tabella első két helyén.